A Lubi Múzeum számára nagyon fontos, hogy azt a generációt, azt a művész generációt, vagy művész egyéniségeket dolgozza fel alaposan, akik a magyar kortárs képzőművészetnek meghatározó figurái voltak, és érvényeset, egyetemeset tettek le, és ezt egy újbóli feldolgozással, mert esetleg már létezett korábbi feldolgozás, ezt egy újbóli feldolgozással még alaposabban körbejárva közérthetővé tehetjük. Frey Krisztián volt az, akit származása révén nem engedték sehol sem tovább tanulni. Ő lehetett volna mérnök, lehetett volna matematikus, lehetett volna képzőművész is. Sokkal-sokkal később, 2000-valahányban, hogy ez volt a szerencséje, hogy nem kellett átesnie az akadémiai iskolán, nem voltak kötöttségei, nem kellett kockológiától kezdve akt tanulmányokig egy olyan szabályosságot követni, amit utána fel kell rúgni ahhoz, hogy meg tudsz szabadulni, ki tudsz szabadulni ezekből a normákból, vagy kötöttségekből, vagy rendszerből. Frey Krisztián a 60-as évekbeli magyar művészetnek, magyar képzőművészetnek az arany generációjába, abban a nagy generációba tartozik, amit ma már a neoavangárd vagy az iparterv címszavával írunk körül. Ő ennek a nagyon szűk, progresszív, fiatalos, nyugati művészet felé orientálódó társaságnak, csoportnak volt az egyik kiemelt és fontos tagja, aki bár autodidakta volt, és teljesen a osztályidegen származása miatt nem kerülhetett be a képzőművészeti főiskolára, de megtalálta a kapcsolódási pontot a kornak a neves fiatal művészeivel, akik ekkor még csak az oroszlán körmeiket kutogatták. A zuglói körnek a társaságába, illetve később az iparterv nagy csoportos tárlatain. Frey kiállított velük, együtt mozgott velük, és a magyar absztrakciónak, a 60-as években kibomló absztrakt festészetnek egy teljesen egyedi hangon megszólaló, nagyon különleges minőségi verzióját hozta létre. Egy olyan típusú absztrakt festészetet, amit leginkább talán nagy angol száz terminusok közül a absztrakt expresszionizmussal lehet leírni, de közben az ő festészetének az alapvető írásos, szkripturális karaktere miatt az európai szkripturális kortárs művészeti összefüggésrendszerbe is lehet helyezni az ő művészetét. A kiállításnak a címe nehezen verbalizálható, direkt hasonlóan ahhoz a festészeti modorhoz, ahogy Frey alkotott, hiszen bár a képeinek az egyik legjellegzetesebb karakterisztikuma az az írásbeliség, folyóírásként, vagy fölvésett betűkként, vagy stencilezett írásjegyekként megjelenik az írás folyamatosan a képein, de ezek szinte mindig olvashatatlanok, tehát nem is csak billeg az olvashatóság határán, hanem már egy kicsit túl van az olvashatóság határán, tehát egy-egy szó, amit ki lehet bogozni belőle, és nyilván nem is volt cél az ő számára, hogy ez megfejthető legyen, ilyen tételesen és elolvasható legyen. Ezek vizuális jelek, amik egy képnek a részei, és nem olvasni kell, hanem nézni kell elsősorban. Az életműnek egy nagyon fontos része a Svájcban bomlik ki, ami a komputerművészethez csatlakozik, amiben szintén megjelenik a nyelv, és én ezzel a címadással, ezzel a script 2. absztrakt címadással ezt akartam kihangsúlyozni, hogy Frey nem grafikus szoftvereket használ, hiszen azok nem álltak a rendelkezésre ebben a korai korszakban, itt 70-es évek legvégéről, 80-as évekről beszélünk, hanem ő maga írja a programokat, a véletlen számításnak a kereteit használva. Tehát amögött is egy írásbeliség van, tehát még akkor is, hogyha vonalok jelennek meg, vagy ilyen-olyan pixelek jelennek meg, egy írásbeliség van mögötte a program nyelvnek a kódsora, és ez a típusú parancs, ahogy ő ezeket a komputermunkákat megíratta a programmal, ez az írásbeli parancs, ez ami áttételesen átvonul az egész életművön, és amikor absztrakt képeket fest, akkor is ez az írásbeliségnek a parancsa, ami mögötte áll.